Közel 10 millió forint értékben érkezett adomány városunkba a múlt héten. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a napokban értesítette a segítő kezek szociális szolgáltató központ és gyermekjóléti szolgálat munkatársait, hogy Püspökladány részesül egy komolyabb szállítmányból. Egy hűtőkocsival 9 tonna élelmiszer adomány érkezett, ami tejtermékekből, üdítőből, konzervből és édességekből állt. Minden évben új együttműködési szerződést kell kötni a Magyar Élelmiszerbankkal. Idén Püspökladánynak nem kellett pályáznia, hiszen a szervezet a pontos elszámolások és nyilvántartások miatt azonnal megkötötte az újabb egy éves időtartamú szerződést a településsel, tudtuk meg Dombi Imréné polgármester asszonytól. Az elmúlt napokban, március 18-án érkezett meg az a jó hír ide a segítőkezek intézménybe, hogy az Élelmiszerbanktól egy nagyobb szállítmányt lehet fogadni. Ennyi volt az előzmény, és amit tudni kell erről, hogy az elmúlt évben folyamatosan érkeztek ide a segítőkezekbe azok a szállítmányok az Élelmiszerbanktól, amit fel tudtak ajánlani az ellátottaiknak. És a mostani szállítmánynak az az előzménye, hogy ebben az évben sem kellett a szerződéseket újra megkötni az intézménynek, illetve a településnek, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan, akik az elszámolásokat pontosan, precízen végezték el, automatikusan megkapták az Élelmiszerbanktól azt a fajta lehetőséget, hogy szerződés módosítás nélkül kaphatnak élelmiszerszállítmányokat. Igazgatóasszonyék azonnal az e-mailre válaszoltak, hogy természetesen fogadja az intézmény az ajándékokat, amiket kapunk az Élelmiszerbanktól. Ennek az volt a feltétele, hogy a romlandó árukat hűtőkocsival kell elszállítani az Élelmiszerbank telephelyeiről. Erről gondoskodtak intézményvezető asszonyék, és a tegnapi nap folyamán, 19-én délután pedig meg is érkezett az a szállítmány, ami már most itt van az intézmény területén, és mind az 5 településre ki lesz szállítva ez az élelmiszersegélyszállítmány. Most egy jóval nagyobb szállítmányra kerülhetett sor így évelején, és a legjobb tudomásom szerint közel 10 millió forint értékben érkezett meg. Azt gondolom, hogy amikor Püspökladány város önkormányzata csatlakozott az Élelmiszerbankhoz, akkor abból a megfontolásból tettük ezt meg, hogy bármilyen értékű és bármilyen élelmiszer, ha ide érkezik Püspökladányba, az ellátottakhoz, a ladányi emberekhez, az mindenképpen segíti a hétköznapjaikat. Ez az elgondolás mára már látszik, hogy nagyon jó volt, jó döntést hozott az önkormányzat akkor, amikor csatlakoztunk, hiszen 2015-re láthatjuk, hogy egyre nagyobb mennyiségben kapunk az Élelmiszerbanktól szállítmányokat. Hiszem azt, hogy mindenfajta segítség, amit tudunk adni a ladányi embereknek, az mindenféleképpen pozitív, hiszen a nyugdíj illetve a különböző ellátási formáikból ezeket az élelmiszereket nem kell megvásárolni, másra tudják költeni. Évente több alkalommal érkezik adomány városunkba. A rászorulókhoz történő eljuttatása pedig komoly logisztikai feladat. Az évek során jól kiépült már Püspökladányban ez a logisztikai háttér, amely elengedhetetlen az élelmiszer szállítmányok megfelelő fogadására, tárolására, illetve kiadására is, tudtuk meg Rácné Hegedűs Ilonától, a segítőkezek szociális szolgáltató központ és gyermekjóléti szolgálat vezetőjétől. Hosszas szervezés előzte meg, hűtőkamionnal érkezett az adomány Budapestről. Miután megérkezett az adomány, a kollégákkal az este folyamán szétszortíroztuk, hiszen ez a nagy mennyiségű adomány 5 településre fog szétosztásra kerülni. Most ez a mennyiség, ami látható a hátunk mögött, ez Sárét udvari településé, Szerepé, Nagyrábéjé, Földesé, illetve Püspökladányé, és az ellátó rendszerünkben lévő hátrányos helyzetű fogyatékkal élő személyek, illetve idős személyek és pszichiátriai betegek részesülnek belőle. Idén ez az első nagy adomány, ami városunkba érkezett az Élelmiszerbanktól. Korábban jött már többször kisebb élelmiszer adomány, ami tejterméket és hústermékeket tartalmazott. A mostani pedig margarint, joghurtot, üdítőt, édességet, teafüvet, valamint konzervet. Vénusz és Ráma margarin érkezett 1,9 tonna, tehát majdnem 2 tonna, ez csak a Vénusz.
két tonna ráma margarin érkezett, ami 450 g-os, tehát kerekcsészés margarin. Ennek a lejárati ideje hétfő, tehát a mai napon mindenképpen elszállításra kerül, illetve kiosztásra kerül. Érkezett 1000 kg kóla light, illetve kóla, ami azt jelenti, hogy durván egy olyan 900 darab másfél literes üdítőről beszélünk. Joghurtok érkeztek, a joghurtoknak március 22-én jár le a szavatosság ideje, tehát mindenféleképp ez mai napon ki kell osztani. A joghurt is tálca formájában érkezett, darabszámra azt mondja, hogy körülbelül 100-200 tálca, bocsánat. Aztán különféle csokoládék, ugye mikulások érkeztek, ezeknek majd a gyerekek fognak örülni, a lejárati ideje még nem járt le, tehát még fogyasztásra alkalmas, de ugye már aktualitását vesztette, hiszen mindjárt húsvét következik, de bizonyára nagyon fognak neki örülni. Merci táblás szívcsokik, merci kalendárium, ami szintén még ugye az adventhez kötődik, illetve kinder csokik, tofifi csoki, akkor még csoki mikulások, különféle teafüvek érkeztek több kartonnal, több mázsa, illetve kukorica konzerv, ami szintén 4 mázsa körüli. Tehát hozzávetőlegesen kiszámolva ez annyit jelent, hogy 9 tonna mennyiség. A most érkezett adományt több ezer fő kapja. A nagymértékű felajánlásból pedig közel 6 millió forint összértékű az a rész, melyet a helyi intézmény ellátottjai kapnak meg. Ebből a püspökladányi lakosság ellátottak részére kb. 6 millió forint, amiatt, hogy nálunk 8 szakfeladat van, tehát a segítőkezek 8 szakfeladatot lát el, nagyon sok ellátottunk van, ha csak az étkezőket említem, napi 270 ember, aki csak étkezünk. És akkor még ezen kívül ugye 60 pszichiátriai beteg naponta, aki megfordul az intézménybe, illetve a fogyatékkal élők az új telepi klubunkban szintén 30 fős létszámmal vannak, akkor a nappali ellátásban részesülő idős személyek, akik szívesen járnak be a klubba, viszont étkezést nem vesznek igénybe, tehát rájuk is gondolunk, illetve a házi segítségnyújtásban lévő gondozottainkra, akikhez ugye a gondozónők nap mint nap kijárnak, ápolják, gondozzák őket, gyógyszert váltanak ki, és akik igényelnek, hozzájuk még ebédet is, és ez az adomány nekik gyakorlatilag az ebéd mellett is nagyon jól jön, tehát ebéd kiegészítőként, illetve a mindennapjaikat segíti elő. Egy csomagba margarin, konzerv, többféle édesség és joghurt is került. A rászorulók pedig riporterünknek elmondták, nagyon örülnek az adománynak. Nézzük már meg, hogy mi is került a mai adományba, miket tetszett kapni. Hát egy szép nagy csizmát, tele merci csokoládéval. Igen. Egy ráma, kenőmája, ráma. Margarin. Margarin. Uh-huh. Egy konzerv. Hát kukorica konzerv, aztán egy danon, aztán egy ilyen, megint ez micsoda, ez is egy merci. Édesség. Édesség. Mi lesz a haszna, vagy ki kapja ezt otthon? Én eszem meg. Én eszem, mert magam vagyok ezáltal, én eszem meg. Mit jelent önnek az ilyen adomány? Egy-egy ilyen adomány, amit az intézmény... Hát nem mind az anyagi értékét kell nézni, hanem az, hogy gondolnak ránk. Úgy én is 77 éves vagyok, és gondolnak ránk, és ez jogeső érzés. Amikor tudnak, akkor kapunk, és az nagyon jól esik nekünk, mert én 76 éves vagyok, a férjem 80 éves, nagyon kicsi nyugdíjasok, és nekünk nagyon jól esik ez a segítség. Mi került ma az adományba, miket szedhet kapni? Egy rámát, egy danont, azt hiszem, ez egy csoki, és egy, hogy hívják, kukorica. Sütöm a tésztát, jönnek a gyermekeim, és azoknak sütött tésztát, aztán csokit pedig az unokájaimnak, úgyhogy mindent nagyon-nagyon örülünk neki, és mi nagyon szívesen fogadjuk, mert nekünk nagyon jó. Én egyedül vagyok otthon, nem mindig,
de amikor ide bejövök, itt nagyon-nagyon jól érzem magamat. Feltöltődök. Én még sohasem nem kaptam, már úgy, hogy ajándékokat, én mindig csak adtam. De ennek nagyon-nagyon örülök, mert annyi sok szeretet van benne, hogy ki se tudom mondani. És én nagyon-nagyon jól érzem itt magamat, mikor bejövök. Az intézmény valamennyi ellátottja részesül a nagymértékű adományból, tudtuk meg Nemes Erzsébettől. Elmondta, szükség van az ilyen jellegű adományokra a városban, hiszen a város önkormányzatának és az intézményeknek is az a célja, hogy a rászorulókon lehetőségeihez mérten segítsen, akár élelmiszeradomány formájában is. Nagyon-nagyon izgatottak vagyunk ma, már a reggelünk nagyon mozgalmas volt, hogy igazságosan szétrakjuk ezt az adományt, amit kaptunk. Intézményen belül minden szakfeladat fog részesülni az adományból. Ugye van a pszichis nappali ellátásunk, az idős nappali ellátás, demens nappali ellátásunk, természetesen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtásban lévő idős ellátottaink, és az étkeztetésben lévő idős és rászorult ellátottaink is kapnak. Elsősorban azt jelenti idősnek, fiatalnak, rászorulónak, hogy gondolunk rájuk, hogy velük vagyunk a hétköznapokban is, az örömben is, a bánatban is, és úgy gondolom, hogy ezek nem nagy értékek, amit ma szét tudunk osztani, de mindenki nagyon örül neki, mert érzik azt, hogy nem feledkezünk meg róluk, együtt vagyunk velük. Az adományok kiosztásánál részt vett Bodó Sándor országgyűlési képviselő is. Elmondta, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és Püspökladány Város Önkormányzata között 2008 óta tart az együttműködés. Ez idő alatt pedig az Egyesület számos alkalommal juttatott el Püspökladányba élelmiszeradományt. Hát nyilvánvalóan az öröm az első, amit ilyenkor el tudunk mondani. Püspökladány városnak és a Magyar Élelmiszerbanknak egyébként több évre visszamenőleg nagyon jó kapcsolata van. Természetes módon minden település igyekszik a lehető legjobb tudása szerint gondoskodni a településen élő rászorultakról, és hát ebben a munkában nagyon jó szövetséges a Magyar Élelmiszerbank. Ennek a munkának valamiféle konkrét változata az, amikor a városban tevékenykedő intézmények is tudnak ebben szerepet vállalni. A segítők ezek most egy ilyen állomáshoz érkezett, amikor is az ellátottai számára tud egy jelentős mennyiségű élelmiszeradományt szétosztani. 9 tonna élelmiszer sikerült szétosztani, 90 más, ez ilyen nagy mennyiség. Az összetevői meglehetősen széles skálán mozogtak, hiszen volt közöttük margarin, édesség, valamiféle folyadék is, ilyen üdítőital jellegű. Tehát minden olyan dolog, ami az élelmiszerbanknak is egyrészt rendelkezésére áll, másrészt pedig a háztartásukban felhasználható. Nagyon fontos tudnivaló, hogy ezek viszonylag gyorsan romló élelmiszerek, így aztán megfeszített munkát kíván mind a városvezetéstől, mind a segítők ezek munkatársaitól ennek az adománynak a szétosztása, hiszen itt tényleg az idővel is versenyt kellett futni. Én tényleg itt is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem ezt az áldozatos munkát mindenkinek, aki ebben közreműködött. A közös összefogás eredményeként több ezer csomagot osztottak ki, tehát az elmúlt héten az önkormányzat és a segítőkezek munkatársai a nyilvántartásukban szereplő szociálisan rászorulók között.